Szevasztok, srácok! Hát olyan régen találkoztunk rövid összefoglalóban, és ha már a podcastünk elmarad, ami most kifejezetten az én hibám, ezért arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha egy picit hosszabb lenne ez a tartalom, amit most kaptok. Így a Bakui és a Szingapúri hétvége eseményeit nézzük meg, hogy mégis mi történt a versenypályán a pedóban, mert van miről beszélni. Úgyhogy ne is szaporítsuk tovább a szót, vágjunk is bele. Kezdjük szokás szerint a hírek és pletykák rovatunkkal, méghozzá azzal, hogy az olasz nagydíj bejelentették azt, hogy Andrea Kimi Antonelli fogja váltani Louis hamilton a Mercedes-nél. így megvan a Mercedes 2025-ös felállása, így az is biztossá vált, hogy már csak kettő darab szabadülésünk van a rajtrácson, ami még nincs bejelentve. Az egyik az Aubernél, a másik pedig az RB-nél van. Az Aubernél azt hogy Borto vagy Bottas, az pedig hogy Bortolétó vagy Bottász, az RB-nél pedig Liam lawson várják Daniel Ricardo ülésére, már a szingapúri nagydi után, de ez csak legyka szinten kezelendő, aztán lehet a videó végén, majd lesz egy flashback, hogy bejelentették hivatalosan is Liam Lawson érkezését, ami abszolút indokolt lenne, senkinek nem lehetne hozzá kivetni valója a Ricardo szurkolókon kívül, mert gondoljon csak Franco Colapintura, aki már többet tett a csapat pontjaihoz, mint az egész évben Logan Sargent, de nem akarok spoilerezni. Pont került az Adrian Newey történet végére is, hivatalosan is bejelentették, hogy az Aston Martinhoz fog csatlakozni 2025. márciusától, mint ügyvezető technikai igazgató, illetve jön vele a 20 fős mérnöki gárdája is, akit hoz magával, gondolom innen a Red Bulltól. Illetve az is kiemelendő, hogy a fizetésének egy részét Aston Martin részvényekben fogja megkapni, ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy végül Lawrence Strollék tudták megszerezni a 65 éves szakembert, és ha már az Aston Martinál tartunk, akkor a tulajdonos Stroll -papa azt is bejelentette, hogy a következő célpontjuk Max Verstappen lesz, akinek 2028 év végéig ugyan szerződése van a Red Bullnál, viszont biztos, hogy van benne teljesítmény záradék, ami ugyanúgy Verstappenre, illetve az autóra is vonatkozik kíváncsi vagyok, hogy Ferszappen fog a menni nyúlni után. A büntetőpontos rendszer bevezetése óta Kevin Magnussen az első pilóta, aki 12 hónap alatt 12 büntetőpontot szerzett, így megkapta a jól megérdemelt egyfutamos eltiltását. A helyére Oliver Berben ugrott be, akinek már a szezonban volt egy beugrása, hogy még Jeddah van Sainz Vagbél műtétje miatt, így a brit versenyző megmutathatta azt is, hogy mire lesz képes vagy mit vártunk tőle a következő szezonban, ugyanis a házszínejben fog versenyezni a fiatal brit tehetség. Ha nem arra szorok, mert most nem nagyon sokat beszélnék a szabad edzésekről, az FP1-en Franco Colapinto vágta fa haza williams -et. Nem szeretnék pálcát törni rögtön az argentin feje fölött? Ha ez többször előfordul majd, akkor lehet, hogy csinálok belőle egy Perez 2.0-át, de addig szerintem ezt a témát hajagoljuk. bárkivel előfordulhatott volna, ugyanúgy, hogy a Döklerrel is előfordult mert ő falban végezte. Az első edzést egyébként Felsztappen nyerte, perezett a harmadik és közük ékelte be magát a hétszeres világbajnok Louis Hamilton. A második szevor edzést Ler húzta be, hat ezreddel verte meg Sergio perez a harmadik pedig Hamilton lett, és ha már kolapintót megemlítettem, akkor említsük meg a házas Oliver Berment is, aki a harmadik szabad az egyes kanyarban hibázott, viszont nem magyarázkodott, magára vállalta az esetet, ez van, így mentünk tovább a kvalifikációval. A Kumagyi és az időmérő legnagyobb meglepetése az Landon Norris kiesése volt, aki az utolsó gyorskrén kénytelen volt belemelni a gázba, mert a harmadik szektorban sárga zászlóztak, így a bajnokság második helyzetje csak a 17. helyről ajtaltott. Kiesett még Ricardo, Okon és a két Zauber. A Q2 végén már épp kezdtem elhinni, hogy Berman tovább fog jutni a Q3-ba, ám akkor jött Fernando Alonso, és a 15. helyről az 5. helyre katapultálta az Aston martin így Berman csak a 11. helyen végzett, de itt említsük meg azt is, hogy az utolsó mértköré hibázott, és hogyha az nincs, akkor talán tovább jutott volna a Q3-ba, de ezeknek a haval kezdődő mondatoknak nincs sok értelme, a lényegen nem változtat, Bermen mellett Cunoda, Gasly, Hülkenberg és Stroll volt a kieső. És akkor robogjunk is tovább a Q3-mal, ahol az első próbálkozások után a Ferrari az első két helyen, mögöttük Piaci Russell, Perez, Verstappen volt a sorrend, viszont Verstappen hibázott a mért körén, a 15-ös kanyarból kilincsel előre jött ki, úgyhogy várató volt, hogy a második próbálkozásra javítani fog a holland. És amikor jöttek azok a második próbálkozások, jött egy Williams baki is, Szerintem túl gyorsan akarták kiengedni Alex Álbont a pályára, és az autóján felejtettek egy hűtőelemet. Amikor ezt észtelték, persze Alex Albon a box utca kiállat végén az egyik megnyitásnál, viszont itt a sportbírók nem érhettek hozzá az autóhoz. A szabályok tiltják ezt. Tehát ők addig menteni sem mehetnek be a pályára, ameddig a versenyigazgatóság azt nem engedélyezi. Hát Albon ott szenvedett, leszette azt a hűtőelemet, aztán tele volt az autó a szárazjéggel, Lényeg a lényeg, nem ért fel még egy gyors körre, és ez egy nagy érvágás volt a Williamsnek, mert több volt ebben szerintem Ávonnál, mint egy tizedik hely. Egy picit féltem, hogy sárga lesz az időmérő hátralévő részében Ávon autója miatt, viszont hála Istennek el tudott indulni, hogy jöhettek azok a várva várt második próbálkozások a Q3-ban, ahol Lökler egy parádéskört rakott össze, mivel meg is szerezte a polpozíciót. Négy tizedet adott a csapattársának, és több mint három tizedet adott piaszra, akik a második, hogy a lett a harmadik, és a negyedik helyen Sergio Perez végzett. Na most ez volt az első alkalom idén, hogy Perez meg tudta verni felszapent az időműre edzésem. Tehát van egy olyan érzésem, hogy ez az új padló lemez, ami a Red Bullnál van, egy picikét jobban fekszik Pereznek, míg Ferszappen folyamatosan panaszkodik a rádión, de azt tudjuk hozzá, hogy a az Perez kedvenc versenypályája, félállomba becsukott szemmel tolatva végig megy rajta. A további sorrend Russell Fairstappen volt. Fairstappen hatodik helye mondanám, hogy picikét meglepetés volt, bár látva a többiek tempóját igazából ennyit lehet kihozni ebből a Red Bullból. Mögöttük Hamilton, Alonso, Kalapinto és álban volt a sorrend. Albonnál, ahogy mondtam, már több volt benne szerintem, mint egy tizedik hely, és dicsődik meg Kalapintót, aki a konstruktori tabella 9. helyezett a illetve második F1-es hétvégéjén bekerült a Q3-ba, csak gratulálni tudok neki le a kalappal, és csak így tovább. Következik a bünti rovatunk. Szombatról vasárnapra változott a rajtrács. Először gyócsorolták hátra motorkomponensek cseréje miatt, az időmérő után pedig Pierre gasly zárták ki, mert az autójában az üzemanyag áramlás nem volt megfelelő, majd vasárnap délelőtt az is kiderült, hogy Esteban Okon és Lewis Hamilton autójában is motorkomponenseket kell cserélni, illetve a beállításokat is hozzányúltak, így ők ketten a box utcába vágtak neki a versenynek. A piros lámpák kialvását Lökler és Piastri egyformán jól kapták el, mögöttük Perez rajtott még hatalmasat, és a második kanyarban már Sainz előtt volt. Az első körben még Tsunoda és Stroll értek össze, stroll lett egy defektje, Tsunodának pedig hiányzott az autó oldaldobozából egy darab, és a japán versenyző a futam egyharmada előtt fel kellett adja a versenyt. Az első pár kör még Norris felzárkózásáról szólt, illetve arról, hogy Lökler építette a kis előnyét Piastrival szemben. Majd elérkeztünk a stintek végéhez, és megkezdődtek a kerékcserék. Perez próbálkozott egy korai kiállással, és megpróbált Piastri elévágni, Ám a 15. körben egy olyan problémával ütközött, akit úgy hívnak, hogy Lendo Norris, aki épp annyira tartotta fel a Mexikóit a második szektorban, hogy Piastri pont vissza jönni elé, így maradt az eredeti sorrend, a Red Bull taktikája konkrétan füstbe ment, vagy dugába dőlt, és itt ment a vita arról, hogy most ez sportszerű volt-e, vagy nem volt sportszerű, én sportszerűnek mondanám, mert emlékezzünk vissza 2021-ben Abu Dhabira, amikor Perez tartotta fel hamilton t és nem 2-3 másodpercet vett ki az előnyéből, hanem konkrétan, ha jól emlékszem, tizet, akkor mindenki Perez dicsérte. Itt meg azért ne savazzuk Norris Merz egy picit feltartotta a Perez t úgyhogy ameddig nem megy át brutalitásba vagy ütközésbe, addig ez teljesen rendben van, én megdicsérem Noriszt, ahogy akkor megdicsérték Perezt. A 16. körben Löffel is meglátogatta a box és felkerültek a ferrari a kemény keverékű pirellik. A i az első pár kanyarban annyira óvatosan akarta felmelegíteni a gumiabroncsokat, hogy Piastri konkrétan rásett a nyakára, és DRS távolságon belőre került. Majd ott a 20. kör, amikor Piastri egy igazi ausztrálos, fénykorabeli Rikárdós bevetődéssel Próbálta megelőzni lőfelt az egyes konyar felé, ami sikerült is neki, így átvette a vezetést. A 21. körben Ferszeppen utolérte Norriszt, aki fordított stratégián volt, bár a friss gumik ellenére és a Red Bull DRS hatékonysága ellenére nem tudta megelőzni a brittet, és fék problémákra is hivatkozott, így csatáztak egy jót, viszont előzés nem történt, egészen a 38. körig amikor is Moritz kiállt a boxba. Közben az élen Piastri és Lökler folyamatosan egy másodpercen belül autóztak egymáshoz képest, Perez is tartotta velük a tempót, és az látszott, hogy amikor Lökler 7 tized másodperc környékén volt Piastrihoz képest a 15-ös kanyar kiáratán, akkor maximum be tudta kergetni az Ausztrát az egyenes végére a belső évre védekezni, viszont értemben, hogyha egy előzést akart volna kivitelezni, akkor körülbelül fél másodperc közelségbe kellett volna lenni az Ausztrához képest, ez viszont nem történt meg, és a 40. körre annyira elfogytak a hátsó tengén az abrancsok a ferrari hogy Piastri elkezdett eltávolodni Leclerc-től, és a monokóinak inkább hátrafelé kellett figyelnie. A 49. körben Norris megelőzte Fairstappent, így az 50. kör kezdetekor a 6. 7. helyen haladt a bajnoki tabella két éllovasa, amikor is Piastri már elhúzott ugye Lecler től és Perez volt az, aki megpróbálta elcsípni a második helyet, Lökler hatalmasat védekezett ellene, Sainz pedig nevető harmadikként megelőzte Perezt, és itt kezdődtek a gondok. A kettes kanyag kigyorsításán egymás mellett voltak, majd összeért Sainz bal hátsó kereke Perez jobb első kerekével, és mind a ketten a falban végezték. Ezzel lehet vitatkozni, hogy ki volt a hibás, de szerintem teljesen fölösleges. A versenyügyi senkit nem büntetett, mert ugyanazt vallják, amit én, mindketten tehettek volna azért, hogy elkerüljük a balesetet, ez viszont nem történt meg, úgyhogy ez egy versenybaleset. A futam hátralévő részében VSC fázis volt érvényben, úgyhogy érdemben nem történt pozíciócsere. Piastri nyerte a futamot lögtel előtt, Russell pedig megörökölte a harmadik helyet. A negyedik helyen jött be Norris, az ötödik helyen pedig Verstappen, így minimálisan Norris tudta csökkenteni a bajnoki pontversenyben a hátrányát Verstappenhez képest, Tavaly pontszerzők Alonso, Ávon, Colapinto, Hamilton és Berman voltak. Itt dicsérjük meg az újoncokat, meg Colapinto és meg Berman is szerintem megérdemel egy GG-t. És a legnagyobb változás az a konstruktori tabellán történt. A McLaren átvette a vezetést, és nem vagyok benne biztos, hogy a Red Bull a szezon végéig még a ferrari szemben is alul fog maradni. Úgyhogy ez volt nagyjából a bakói futam, ami nálam egy ötös skálán, egy csillagos ötös, mert végig izgalmas volt, na jó, nem végig, de azért a futam 80%-ában azért voltak izgalmak, főleg az élen, mert az első három konkrétan egymás mögött autózott, másfél-két másodpercen belül, úgyhogy menjünk is tovább Szingapurra. És amíg a mezőny átért Bakuból Szingapurba, a sajtó a mclaren volt tele, a csapat egy olyan alacsony leszólító erős hátsó szárnyat tervezett, melynek hátsó szárnyán a felső szárnyak előső sarkai nagy sebességnél picikét felhajlanak, így részt a száncsonk és az állítató elem között, csökkentve a légenállást és így növelve az egyenesbeli sebességet. Ez azt jelenti, hogy 3-4 km per a nagyobb végsebességük volt zárt drs az egyenesben, viszont a DRS hatékonyságok csökkent, ami nálam a mérnök és a néhajtás csúcsa. Tehát ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint a Brownnak a dupla folyó diffúzora, vagy a Mercedesnek a DAS rendszere, vagy akár pont a McLarennél volt 1997-ben, hogyha jól emlékszem, az a picike kis fékpedál, ott a rendes fékpedál mellett, ami beállítástól függően tudta változtatni azt, hogy a jobb hátsó vagy a bal hátsó kereket fégezi meg extrán. Viszont az FIA azt mondta szombaton, hogy ez szabálytalan, így a McLarennek nem szabad többször pályára vinnie ezt a fajta hátsó szám specifikációt, amit igazából csak Las Vegasban használtak volna, még mert máshol szerintem felesleges. Úgyhogy ez van, az FIA azt mondta, hogy dáná, a McLaren meg azt mondta, hogy oké, okay, én azért hagytam volna még szezon végéig. Különbséget kell tennünk az autósport és a repzenek között, mondta Ben Szulaján. Nos Most ez a mondat ez annyira felesleges volt, hogy nem is, tudom, nem is tudok mire vélni, tehát nem is jutok szóhoz, hogy, hogy, ezt most hogy gondolt az elnök úr. Tehát ritkán nyilatkozik, de akkor tarol arra hivatkozott, hogy a pilóták túl sokat használják az f szót a közvetítés során a rádió beszélgetésekben. Tehát emberek, hagyd döntsem áll a szegény pilóta, aki most ott ült mondjuk Szingapurban a 70 fokos páratartalomban, hogy hogy beszél a versenymérnökével, akivel konkrétan szimbiózisban élnek. Na mindegy, Max Verstappen a csütörtöki sajtónapon azt mondta, hogy el van az autója, és ezért kapott egy büntetést, közmunkát kapott, amit nem tudom, hogy hogy fog letölteni, vagy megcsinálni, hogy átmenj Nori székhoz kávét főzni, vagy, vagy mi? Biztos kitalálnak ki valamit. Szerintem az lenne erre a megoldás, hogyha az FIA, a FOM, meg a Liberty Media leülnének egy asztalhoz, és akkor azt mondanák, hogy oké, okay, srácok, figyeljetek, ne játszátok be egyszerűen azokat a beszélgetéseket, a rádió beszélgetéseket, ahol csúnyán beszélnek. És kész, ennyi. Meg lenne az egész. Pár különleges festések készült a hétvégére, a McLaren, a Mercedes, illetve az RB is. A McLaren Legend Reborn néven, vagy legenda újjász, illetve magyarul visszacsempészte a 80-as, 90-es évek retro dizájnját, ami nekem kifejezetten tetszett. A Mercedes régi partnere a Petronas 50. születésnapja alkalmából egy ilyen különleges zöldes színágyalattal spékelte meg az ezüstnyilat, amivel csak az volt a baj, hogy én konkrétan összekevertem az Aston Martinnal, főleg villanyfényben. Amúgy jó volt, meg minden, csak most nem tudtam eldönteni, hogy Russell, vagy Alonso, vagy semmi Nem, mindegy. Az ervé pedig szintén az egyik szponzora előtt tisztelget, méghozzá Hugo előtt. Egy ilyen különleges színösszállítást hoztak, ami a kocsi kinézetét egy farmer nadrághoz tette hasonlóvá. Az oldaldobozon a cipzár nekem kifejezetten bejönt, úgyhogy szerintem menjünk is tovább a szabad edzésekkel. Az első edzésen a pályállapota nem volt a legidálisabb, mivel az év többi részén közútnak használják a vonalvezetést. Jelössze fel kellett gumizni. Az edzés elején Piastri autójával voltak gondok, a szerelők az autó bal hátulján ámat adtak, így egy kis időt veszített az Ausztrál. Majd elfelejtettem mondani, hogy erre a szezonra már négy DRS zónát jelöltek ki a szervezők, de ezt Ádám is említette a pályabejáróban, Konkrétan a tavaly debütáló harmadik szektorban található egyenes jelölték ki DRS zónának több-kevesebb sikerre. Az edzést egyébként Lökler nyerte Norris és Sainz előtt. A második már villanyfénye szabad edzés legviccesebb pillanat a Franco nevéhez fűződik, aki tévedésből az Alpin garázs eljárt be. Láttunk már ilyet Fetteltől, Hamiltontól, megesik ez. Viszont a szerelők nem hívták be egy így tovább Két perccel a gyakorlás vége előtt rasszelt törte a Mercedes elejét, de vissza tudott hajtani a boxutcába, és nem esett nagyobb kár az autóban. Itt megjegyezném azt, hogy a McLaren versenyszimulációja az több volt, mint meggyőző. Noris nyerte az edzést, a két Ferrari előtt. A harmadik és egyben utolsó szabad edzés rögtön egy piróznászóval kezdődött, ám nem baleset miatt, nem konkrétan egy varánusz miatt, aki beszaladt a pályára, majd a sportbírok elkezdték kergetni teljesen szülális látvány volt. Lényeg a lényeg, Norris nyerte az időmérő edzést Russell és Piastri előtt, de majd fél másodperccel, úgyhogy nem sok meglepetésre számítottam az időmérő A Q1-ben, ahogy az várató volt, kiesett a két Zauber, Ricardo, Stroll és Gasly. Picikét meglepődtem azon, hogy Stroll kiesett, mert azért az Aston Martin formája az elmúlt pár futamon egészen jó volt, Alonso továbbment simán, úgyhogy mehetünk is tovább a Q2-vel. Az időmérendzés második felvonása egészen szorosan alakult, már ami a továbbítást illeti, álban 24, Kolapintó pedig 31 ezreddel maradt el az utolsó továbbító időtől. Ez a 13. helyen végzett, és ezredre azonos időt ment Kevin Magnussennel. Ezt a bán Okontól búcsúztunk még az etap végén, most nem tudom, srácok, elkezdjem ekézni per ezt, hogy kiesett. Alapból nem fekszik a pálya a Red Bullnak, plusz azért Bakuban oda tette magát a mexikói, úgyhogy ezt most én elnézem neki. A q 3 elején nagyon csúnyán összetörte a ferrari és így biztossá vált, hogy ő csak a tizedik helyről fog rajtani vasárnap. Ráadásul a baleset után még át is sétált a pályán, amit a szabályzat tilt, ezért kapott egy pénzbüntetést a spanyol, majd amikor újraindult a Q3, Norris ellentmondás nem tűrően húzta be a polpozíciót Max Verstappen elől, ami picit meglepő volt, amit nem az, hogy Norris nyert, hanem az, hogy Verstappen lett a második, mert hogyha az utóbbi évek tapasztalatait nézzük, akkor nem ez a pálya az, ami legfőképp fekszik a Red Bullnak, amíg az utolsó párfutam eredményét nézzük, akkor egyik pálya se fekszik annyira a Red Bullnak, nem erődjünk el ennyire a részekbe. Szóval Norris Verstappen elsősor, a második sorban a két Mercedes végzett Hamilton Asszer sorrendben, a harmadik sorban Oscar Piastri és Nico Hülkenberg végzett, mögöttük pedig Fernando Alonso és Yuki Tsunoda. Lökler pedig csak a kilencedik lett, ami szintén meglepő volt, bár utólag nem volt annyira meglepő, mert kiderült, hogy a boxban gondok voltak a gumimeregítő paplanokkal, így nem sikerült annyira jól a köre. Az meg már csak hab volt a tortán, hogy a szűhártok el is vették tőle azt a kört, úgyhogy Lökler miért idő nélkül fejezte be az időmére edzést. És így fordultunk rá vasárnapra. A futamról pedig csak igazából annyit tudok mondani, szulájem kérését tiszteletben tartva, hogy Noris hagyta abban... meg mezőnyt, és nagyjából ennyi. Na, de komolyra fordítva a szót, srácok. Noris nyert, Ferszepelet a második, Piászi pedig a harmadik viszont Norris nem tudta maximalizálni a pontjait, mert a leggyorsabb körét járó egy pontot Ricardo elhappolt előle, bár ő nem kapott érte mert top 10 kívül végzett, amit Fersteppen egyébként meg is köszönt Ricardónak a rádión, és direkt nem tértem ki erre a témára a plegykarovatban, mert sokkal jobban illik ide. De hogyha hinni lehet ezeknek a szóbeszédeknek, akkor valószínűleg ez volt Daniel Ricardo utolsó F1-es versenye. Amikor ezt a videót felveszem, akkor még hivatalos közlés nem történt a csapat felől, de a hinni lehet a plegykának, akkor a következő hat futamon, vagyis a maradék hat futamon Liam Lawson fogja vezetni a Racing Bulls autóját. Az sokat elárul, hogy Ricardo ott ült még az autóban a leintés után egy ideig, kimerültségre hivatkozott, és a többi, és a többi viszont a könnyével küzdködve nyilatkozott az újságíróknak, és mondta, hogy tudja, hogy lehet, hogy ez volt az utolsó versenye. Viszont ha most elbocsátják az rb akkor valószínűleg ez volt az F1-es karrierjének az, utolsó versenye. Én minden jót kívánok neki, és amint érkezik valami hír róla, akkor lehet, hogy jelentkezünk majd egy sorttal. Viszont srácok, én szerintem értékelem ezt a futamot egy egyesre, sajnos, mert nagyon-nagyon unalmas volt. És hogyha eddig így maradtatok, akkor ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg. Elnézést kérek a podcast miatt, hogy elmaradt, viszont most lesz 3 7 szünet, addig biztos fogunk mi jelentkezni, addig is jók legyetek, na szevasztok. És csak hogy tudjátok, tisztában vagyok vele, hogy Mohamed Ben Szulájámnak kell mondani az EFI elnökének a nevét, de beszédhibás vagyok, sokszor hadarok és elharapom mondatok végét, de nézzétek el ezt nekem. De ne vágjál ebből semmit, amit most mondok, ezt hogy neked mondom, hogy vágásnál könnyebb legyen. Érted? Ah, szóval. Ide majd vágjál be valami képet, vagy videót, hogy ne tudják, hogy olvasok, a nézők ne tudják, hogy olvasok, nem, hogy hülye vagyok amúgy. Szóval, ja. Öh. Ide is vágjam a képeket az autókról, hogy gyorsabban haladjunk, mert nyelven nem kell dolgozni.